Ránk köszönt a lecsó ősz. Immáron 8. alkalommal adott otthon Székesfehérvár a lecsó igazságnak. A gasztronómia szegény legénye több tízezer embert mozdított ki otthonából. Ennek az eseménynek a lényege a közösség összetartozása, a közösség tagjainak találkozása. Ha gyors felszámolást végzünk, akkor 500 csapat főz. Ha csak ketten lennének, az már 1000, de hát jóval népesebb 10 fős csapatok is részt vesznek a főzőversenyen. Tehát sok ezer ember találkozik ezen a napon itt Székesfehérváron, a Várkörúton, a belvárosban. Cserpakolics András, aki maga is lecsókedvelő, úgy vélekedett. Ez az őszinte egyszerű étel lehetőséget ad arra, hogy egy jó ízű étek mellett beszélgessünk, ismerkedjünk, barátkozzunk. Megnyitó beszédében is erre utalt, és a maga természetes voltában is megerősítette ezt, támogatói egy vásárlásával segített. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy olyan fesztivál, ami egyben egy népünnepélye, egy igazi közösségformáló hely, ahol kisebb-nagyobb baráti társaságok, kollégák, családok jönnek el és jelentkeznek csapatként is egy kis versenyre, de azt gondolom, hogy talán nem is a versenynek van itt a legnagyobb jelentősége, hanem egy jót főznek, közben beszélgetnek, egy kicsit kocintanak. Polgár János sztárséf, aki esküszik arra, minden jó étel alapja a paprika, paradicsom, hagyma és a zsiradék, egyszerűbben maga a lecsó. 8 év alatt annyira felnőttünk, hogy azt mondom, hogy egy nagy országos mega rendezvény, de nem mint rendezvény tartjuk ezt az egész dolgot, hanem egy hatalmas nagy családi összejövetelnek tartjuk ezeket a lecsó fesztivált, amit van nálunk. Természetesen a Fehérvár Média Centrum is külön csapattal indult. Ezúttal azonban nem híradós, palettás vagy éppenséggel sportos lecsót főztek a kollégák, és persze ilyenkor az esti mérleg is várhat. A lecsó fesztiválon az egyik titka az a jó kedv, amit ugye nyilván ezek a kollektívák itt beletesznek. Biztos szerintem még a rossz lecsó is tud jó lenni, hogyha jó kedvel készítik és aztán fogyasztják. A Városi Nyugdíjas Sportvetélkedő ünnepélyes díjkiosztását is ma tartották. A díjakat Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok, valamint dr. DNS-nél Flug Györgyi idősügyi tanácsnok adta át délután a színpadon. Ha keretbe zárjuk a történetet, lecsókolva róla a közhelyeket, megállapíthatjuk, szeptember 22-én is jó volt székesfehérvárinak lenni.